Bizonyára megfordult már a fejedben az, hogy mi szükség van arra, hogy egy embernek több maszkja is legyen. Most erről fogok néhány gondolatot megosztani veled. Üdvözöllek, Madarász Vice színi stílus tanácsadó vagyok. Első és legfontosabb érv a higiénia. A ruhamaszkot legalább naponta ki kell mosni és fertőtleníteni vasalóval. Így tudjuk biztosítani az egészségünk megóvását. Tudom, hogy sokan vannak, akik az eldobható műtős maszkot használják, ez papírból van, és igazság szerint ezt levétel után azonnal el kellene dobni. Nem lehetne kimosni. Én megmondom őszintén, még az elején, mert nagyon nehezen viseltem itt a maszk körüli dolgokat, megpróbáltam azt, hogy kimosom, de rá kellett jönnöm, hogy nem jó, mert tiszta szösz lett, és a szöszök megbementek a számba. Egy az, hogy nem is higiénikus, tehát mindenképpen azt mondom, hogy vagy eldobható maszkot azonnal használat után, vagy pedig szövetmaszkot tudnék javasolni. Néhány érve elmondom, hogy azok a maszkok, amelyeket a Kovács Andikával mi együtt megalkottunk, miért előnyösek. Egy az, hogy színtípusoknak megfelelően tudod megvásárolni. Ha már tudod a színtípusodat, akkor könnyű helyzetbe vagy. A színtípus meghatározásnak már bizonyára tudod, hogy az a célja, hogy közel az arcunkhoz megtudjuk, hogy milyen színek állnak nekünk jól. Most nem csak az arcunkhoz, hanem az arcunkon, hiszen a maszk az arcunkon van. Még fokozottabb ennek a hatása. Még fontosabb az, hogy a közel az arcunkhoz, az arcunkon legalább olyan színeket viseljünk, ha már muszáj, és nem tudunk ezzel mit kezdeni, ami jól áll nekünk, ami előnyös számunkra, amitől ragyog az arcunk, és nem olyat, amitől még komorabbak leszünk, főleg ebben a nehéz helyzetben. Nálunk 5 darabos csomagokban lehet kiválasztani a színtípusnak megfelelő maszkokat. És hogy miért jók ezek? Belülről vászon a belseje, ami azt jelenti, hogy mosás után fertőtleníthető vasalóval. Állítható, nagyon kis könnyű gumi van belefűzve, és ezt ugye személyre szólóan lehet állítani, kisebbíteni, illetve nagyobbítani. Nem szennyezzük vele a környezetet, ne felejtsük el, hogy azért most rengeteg eldobható maszkot lehet látni az utcán, én nap mint nap találkozok vele már, amikor ugye kint vagyok az utcán. Ami még nagyon fontos, hogy magyar, nem kínai, nem külföldről behozott, hanem magyar vállalkozás segítesz azzal, hogy megveszed. Ha szeretnél ilyen maszkot, akkor mindenképpen írj az andikamandala1987@gmail.com e-mail címre, Andikával vedd fel a kapcsolatot, és akkor egyeztessétek le a részleteket. Addig is, amíg találkozunk, színes és stílus napokat kívánok neked!